Ageus proféta könyve első fejezetét olvasom a mai napon, és ott a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Dárius király uralkodásának második esztendejében, a hatodik hónap első napján, így szólt az Úr igéje Ageus proféta által, Zerubbábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához, és Jósua főpaphoz, Jócadák fiához. Így szól a seregek ura. Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének ideje. Az Úr igéje így szólt Ageus proféta által. Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban heve. Azért így szól a seregek ura. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtok be. Esztek, de nem laktok jól. Isztok, de nem részegedtek meg. Felöltöztök, de nem melegedtek meg. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Menjetek inkább a hegyekbe, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyöngyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. Sokra számítottatok, de csak kevés lett. És amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? Így szól a seregek ura. Azért, mert az én házam romokban hever. Ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok. Ezért nem adott nektek harmatot az ég, és nem hozta meg termését a föld. Parancsomra szárasság sújtotta a földet és a hegyeket, a búzát, a bort, az olajat, és mindent, amit a föld terem, sőt az embert és az állatot is, meg mindent, amiért csak dolgoznak. Zerubbábel, Sealtiel fia, és Jósua főpap, Jócadák fia, meg az egész megmaradt nép hallgatott Istenének az Úrnak a szavára, Ageus proféta beszédére, amit általa üzent Istenük az Úr. És az Úrtól való félelem fogta el a népet. Ageus, az Úr követe pedig ezt mondta a népnek az Úr megbízásából. Én veletek vagyok, így szól az Úr. És felindította az Úr Zerubbábelnek, Sealtiel fiának, Júda helytartójának, Jósua főpapnak, Jócadák fiának, és az egész megmaradt népnek a lelkét, úgyhogy eljöttek, és neki fogtak a munkának, Istenüknek, a seregek urának a házán. A hatodik hónap 24. napján, Dárius király uralkodásának második esztendejében. Eddig Isten írott igéje. Hát ugye olyan sok minden nem történik ebben az egész fejezetben. Igazából szól a proféta, aztán a nép hallgat rá, kezdi csinálni a dolgát, és utána Isten újra szól. Tehát igazából ennyi történik az egész történetben, csak a körülményeket kell látni, hogy megértsük, hogy milyen nagy dolog az, ami itt történik. Ugye Izrael népe visszajön a fogságból, a babiloni fogságból Círus király idejében, aki megadta nekik az engedélyt, hogy újjáépítsék a várost is, azzal a feltétellel, hogy újjáépítsék a templomot is, és imádkozzanak ő érte is. Ugye az volt a feltétel. És a babiloni fogságból visszajöhettek a zsidók. Igazából mind. Csak nem mindenki akart visszajönni. Sőt, igazából félelmetesen kevesen akartak csak visszamenni Jeruzsálembe, legalább oda, azt újra felépíteni, a templomot felépíteni, de legalább voltak. De amikor ezt elkezdték, azok a népek, akiket oda költöztettek, belekezdtek szólni. Először csak úgy szépen, hogy hát szívesen segítünk. Hát jó, persze. De ezek nem barátok, ezek igazából ellenségek. Tehát úgy akarnak segíteni, ugye, a templomot, meg az egészet fölépíteni,
akár a város falát is, bel is akarnak szólni, hogy hogy legyen. Hát a templommal kapcsolatban ez természetesen teljesen tilos volt. Kívülálló nem szólhat bele abban, hogy hogyan kell építeni, illetve újjáépíteni a templomot, az Isten egyszer elmondta, úgy kell csinálni, sőt, ha ezek az emberek vallásilag nem tiszták, akkor jobb, hogyha nem is segítenek ebben. Hát szent templomot akarunk felépíteni. És kerek perec azt mondták, hogy ti nem segítek, mi azt megoldjuk majd maguk, de ti ne szóljatok bele. Erre a többi nép írta egy levelet a királynak, hogy mi ez, hogy. Fel akarják építeni ezt a várost újra, király is tudja, hogy milyen ellenséges város volt ez, akkor éppen királyváltás volt a nagy birodalomban, és valaki elfoglalta a trónt, aki még másnak a neve alatt is került oda, hogy valamit állított magáról, de ő nem is az volt, akinek mondta magát, aztán persze, hogy ő félt mindenkitől. És parancsba adta, hogy akkor ezt a templomot, ezt a várost ne építsék újra fel, majd kivizsgáljuk a dolgokat. És igazából 15 évig nem nyúltak hozzá a templomhoz. Aztán újra szól itt az Isten igéje. Hogy itt valami nincs rendben. Ugye ez az a nagy dolog, ami itt történik. Elkezdték újra építeni a templomot, egy 16-17 évvel korábban. Lerakták az oltárnak az alapját, sőt, föl is építették, ha jól értettem, legalább az megvan. Kezdtek hozzáfogni a templomhoz, aztán hát beleszóltak az ellenségek, jött a levél a királytól, ezt nem szabad csinálni, és abba hagyták. Attól viszont nem lett jobb a sorsuk. Itt olvastunk arról, hogy igazából a gazdasági körülmények, meg a mezőgazdasági körülmények nem alakultak úgy, ahogy elképzelték volna. Sokat arattak, vagy sokat vetettek, de az aratás csak kevés lett. Amit hazahoztak, az meg úgy tűnt el, Isten mondja, hogy ő belefújt, elfújta azt, amit még hazahoztak, hogy mintha semmi értelme nem lenne. Dolgoztak a szőlőbe, de a bor kevés lett. Próbáltak valami ruhát összevarni maguknak, és hát olyan silány anyag volt, hogy igazából nem melegedtek meg. És ebből mire jutottak? Mi az a nagy kérdés? Mit tanítanak, mit jelentenek a körülmények? Hát, ha az ellenségek beleszólnak, hogy valamit ne csináljunk, sőt, még levelet is kapunk arról, hogy nem szabad újra ezt a templomot felépíteni, akkor ez egy akkora veszély, gondolhatták, hát akkor inkább ne csináljuk. Elkezdhetjük újjáépíteni ezt a templomot, tehát jönnek a babiloni csapatok újra, mi lesz velünk? Hát akkor inkább először a saját házunkat építsük. Ha azzal nem szabad foglalkozni, mással azért szabad foglalkozni. Hát legalább egy szoba legyen rendben, aztán két szoba, aztán három szoba, aztán a tető. De ugye ez 17 évig tart. Hát akkor már lehet kicsit rajta csinosítani. Itt ugye olyan házakról beszél, vagy a proféta, hogy az emberek szorgoskodtak a saját házai körül, fa burkolattal díszített házakban laktak már akkor. De mondom, hogy már nem csak, hogy a ház volt meg, hanem már a díszítésen is kezdtek el gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt még szebbé varázsolni. Amellett ugye, hogy igazából gazdaságilag annyira nem mentek jól a dolgok. De az ember sokat dolgozik, azért a mindennapi betevő azért mégiscsak valahogy alapszinten megvan, aztán, hogy ott van a tél is még, hát télen is kell még valamit csinálni, hát akkor legalább megyek fáért, és nem csak a kályhába rakok, hanem találok olyat is, amiből egy szép díszítést lehet csinálni, az egyik szobába, a következő szobába, a harmadik szobába, aztán, na, mégiscsak alakulunk. És igazából ma nem is gondoltak arra, hogy hát itt van a város közepén az Isten temploma. Mert ugye meg nem jött el az ideje, hogy azzal foglalkozzunk, ismerjük ezt. Még nem jött el az ideje. Hát meg
megtiltották ezt nekünk, hogy foglalkozzunk velük. Hát akkor ezek szerint, hát majd valaki szólni fog, hogy gyerekek, kezdjünk újra. Majd a helytartó egyeztet a királlyal, a birodalom vezetőjével, majd, de még nincs itt az ideje, majd jön az is, tudjuk hozzá, hogy ez fontos, de még nem. Meg pláne. Hát még ugye a körülmények még nem ilyenek. Hát épp, hogy megélünk. Hát épp, hogy alapszinten megvan a saját kenyerünk, megélhetésünk. Hát nincs itt semmi plusz, amiből föl lehetne építeni az Isten házát. Így gondolkodtak. És akkor hirtelen szól Isten egy prófétának. Majd a második fejezetből kiderül, hogy ő valószínűleg még látta az első templomot, amit ugye Salimon építetett. Azt mondja, hogy a fogságba ment, aztán visszajött, tehát itt egy öreg bácsiról van szó. Haggeus egy ag ember, 80 fölötti. Akiről csak annyit tudunk, amennyit itt Haggeus próféta könyvében olvasunk, meg Ezdrás is említi, hogy tényleg ez történt, ami itt le van író. Egy olyan ember, aki Jeruzsálemben lehet, hogy gyerekkorában látta a templomot, aztán fogságba került, aztán mégiscsak visszajött, ugye azokhoz a kevesekhez tartozott, akik visszajöttek a babiloni fogságból, aki ott lakik, nem tudjuk, hogy a 17 év alatt, amikor nem foglalkoztak a templommal, ő mondott-e valamit, de neki szól az Isten, hogy most már ne halogassatok tovább. Most már tényleg eljött az idő, hogy ezt újra fel kell építeni, az én házamat. És a próféta a hónap, a hatodik hónap első napján, amikor új hold napja, tehát ünnepnap, talán valami alkalom, vallási alkalom volt is a templomban, vagy legalább az oltár körül, vagy legalább az udvarba, és oda ment. És szólt a helytartónak, és a főpapnak. Isten mondott valamit. Isten tudja, hogy ez a nép mit gondol. Hogy ez az első kijelentés. Így szól a seregek ura, ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az úrháza újjáépítésének ideje. Ezen újabb próféta jelzi, hogy Isten hallotta ezeket a gondolatokat, Isten hallotta ezeket a magyarázatokat, hogy miért még mindig a romokban hever az Isten háza. Ez az első lépés, hogy Istennek sem titok ez. És úgy utána Isten elmagyarázza nekik, hogy a körülmények igazából mit jelentenek. Amikor arról kezd beszélni, gondoljátok meg, mi történik veletek. Milyen? Arról beszélünk, hogy akkor most üljünk le, beszéljük meg, hogy milyen az életetek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem laktok jól, isztok, de nem részegettek meg, felöltöztök, de nem melegedtek meg. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Hát akkor ezt most gondoljuk végig. Mi ez az egész? Hát azt mondja az emberész, hogy hát épp, hogy meg vagyunk. Tehát még nem jöttek el az áldások. Dolgozunk, mint az állat, de mintha semmi értelme nem lenne. Hát örülök, hogy élek. Aztán azt mondja így Isten, hogy ő képzeljék el, hogy mi ez az egész. Sokra számítottatok, de csak kevés lett. És amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugye miért? Így szól a seregek ura. Mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok. Ezért nem adott nektek harmatot az ég. Pont fordítva van a történet. Miért lettek ilyen rossz szapa körülmények? Miért tudunk allig, hogy megélni? Kérdezi Isten az ő népétől. Miért van az? Mert hát vannak körülmények, Istentől független körülmények. És akkor az ember valahogy megpróbál ebből megélni. És ha valami pluszra van, akkor azt Istennek odaadja, fölajánlja.
Vagy pedig fordítva van. Amikor az ember nem foglalkozik az ő királyának, az ő úrának a házával, akár ellenségeskedéssel szemben, amikor a saját házát kezdi építeni az Isten háza helyett, akkor vajon nem úgy van-e, hogy a király azt mondja, nem vesznek engem komolyan. Nem adják meg a királynak azt, ami a királynak illet. Hát akkor megmutatom nekik. Mivel az egyik az Isten a királyuk, megcsinálhatta azt, hogy lepnek, lesz egy aratás is, de épp hogy. Mennek a szőlőbe, hazahozzák a szőlőt, hát, de nem biztos, hogy egy évre elég lesz. Varranak egy szép ruhát, de csak olyan silány anyagot lehet kapni. És nem jönnek rá az emberek. Azt gondolják, hogy a körülmények függetlenek Istentől. És a körülményekhez kell alkalmazkodni. És a vallás az egy más terület. 17 év után végre a proféta Isten nevében elmondja, hogy hogy is van ez. Ha rosszak a körülmények, akkor mi a helyzet? Akkor Isten szabta egy kicsit szűkösebbre a körülményeket, hogy az ember vegye észre, hogy valamit nem csinált. Menjetek csak, azt mondja Isten, menjetek csak a hegyekbe. Menjetek fáért. Építsetek fel a templomot, hogy gyöngyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. És amikor ezt egyszer egy proféta, és mondom, egy öreg bácsi, de mögötte benne a szavaiban ott van az Isten ereje. Ezzel a gondolkodással, és Isten kijelentésével szembesíti az embereket, akkor mi történik? Mi ezek jó akaratú emberek, csak valahogy a körülmények elsodorták őket. Észhez kapnak. Azt a mindenit. Hát tényleg. Hát fordítva gondoltunk. Azt olvasjuk, hogy mind a helytartó, mind a főpap, mind az egész nép hallgatott az Úr szavára, Haggaios proféta beszédére. És az Úrtól való félelem fogta el a népet. Ugye ez az első dolog? Amikor Isten világosan elmagyarázza a dolgokat, és eperc alatt rájövünk arra, hogy azt a mindenit. Mi azt gondoltuk, hogy okosak voltunk. Paraszt eszünk el gondolkodtunk, és kiderült, hogy ha magunktól kezdünk el gondolkodni, akkor mindent fordítva gondolunk. Nem úgy volt, hogy elkezdték magyarázni Haggaiusnak, hogy hát, te már öreg vagy. Hát, persze. Nem. Megérezték, meghallották Haggaius proféta szavaiból az Isten szavát. És ha az ember hallja az Isten szavát, akkor nem lehet más csinálni. Akkor az embert elfogja a félelem, de nem a rettegés, hanem egyszerűen az az érzés, hogy ezt a mindenit. Rosszul gondolkodtam, máshogy kellett csinálni. Hát Isten mit fog még csinálni? Ha már eddig hány figyelmeztetést kaptunk, és nem hallgattunk rá, akkor ha most se hallgattunk, akkor mi lesz? És mentek egy kis fájra a hegyekbe, gondolom. Na, abban a pillanatban, amikor a nép elkezd hallgatni Istenre, és még nem kezdték el az újjáépítést, csak gondolom elkezdték az anyagok összegyűjtését, akkor a 13. versben Haggaius, az Úr követe, ezt mondta a népnek, az Úr megbízásából, én veletek vagyok. Szól az Isten, és mond egy szemrehányás igazából. A nép meghallja, és már megfogan a szívükben legalább az a gondolat, hogy hát akkor tényleg valamit kellene csinálni, akkor tényleg el kellene kezdeni. És azonnal jön a válasz rá. Isten szól, az ember megadja, akarnék csak a szívében a megfelelő választ, és azonnal jön Isten válasza. Én veletek vagyok. Mondja a seregek ura, ami ugye a hadseregekre is, amit a hadseregekre is lehet is kell értelmezni, hogy itt egy hadvezér beszél. Nem olyan király, akinek nincs a hadserege. Itt a seregek ura beszél.
aki képes arra, hogy meg tudja védeni az ő népét, hogyha erre szükség lenne. Isten nagyon komolyat szól, nagyon szigorúan, az emberek meghallják, az ő népa hallja meg az Isten szavát, és azonnal jön a válasz. Én veletek vagyok. És 3 héttel később már el is kezdik a templom újjáépítését. Ugye így zárul ez a fejezet. És ami itt történik, az szerintem nem csak akkor történt meg. Szerintem ezt újra meg újra látjuk a történelemben. Mi a mai napon nem csak hálát adunk az újborért, hanem visszaemlékszünk a reformációra is. Ami hasonló helyzet volt, hogy hosszú-hosszú időkön keresztül az egyház egyre eltávolodott Istentől, egyre kevésbé vette komolyan az Isten szavát. És egyszer csak egy ember ezt elkezdi magyarázni. Egyszer csak 95 tételben összefoglalja, hogy ezt máshogy kéne csinálni. És pák! Valami óriási dolog elindul. Amikor minden nap új meg új ember rájön arra, hogy ez itt nem valami papnak a bolond gondolata. Ebben valóban Isten ereje van. Itt egy ember olyan dolgokra hívja fel a figyelmüket, amelyek valóban Isten dolgairól szólnak. És kezdenek az emberek mivel foglalkozni. Isten dolgaival kezdenek foglalkozni. Olyan dolgok történnek, amiket most el sem tudunk képzelni. Hogy egy templomban kihirdetnek egy teológiai párbajt. De nem tőrrel vagy fegyverrel, hanem egy pap és egy másik pap. És elővesznek egy igét, és akkor most magyarázzuk el, hogy mi van itt leírva. És eljönnek az emberek a templomba végig hallgatni, hogy az egyik így magyarázza, a másik úgy magyarázza, aztán még el is döntik, hogy a kettő közül ki az, aki valóban az igét magyarázta. Mondom, hogy el se tudjuk képzelni. Ha mi időnkben történne, próbáljuk elképzelni, hogy az RTL klub lead egy teológiai párbajt a tévében. De nem sztárban sztár, hanem papban pap. Vagy ilyesmi, nem tudom. El tudjuk ezt kérdezni, és mindenki bekapcsolja. Jó, ki mit fog mondani az Isten igéje alapján, mert ugye ez nagyon fontos nekünk. Tehát el se tudjuk képzelni. Hát igenek voltak az emberek 500 évvel ezelőtt. Ja ne! Annyira nem lettek mások az emberek. Csak ez az egy dolog hiányzik, hogy ki mit épít. És ugyanúgy szerintem most is az a helyzet, amit a Marika mondott a múlt héten, amikor valaki megkérdezi tőle, hogy mit csinálunk az Isten tiszteleten? Hát énekelünk, imádkozunk, beszélünk a Bibliáról, és az illető azt mondja, hogy hát ő ebben az órában mást is tud csinálni. Hát ez nem az. Szorgoskodtok a saját házatok körül. Először az én házam legyen rendben. Hát mert ilyenek most a körülmények, de nem tudjátok, hívő emberek, hogy milyen válság van. Hogy pénzügyi válság, és menekült válság, és mit tudom, hogy hány válság van. Nem, ezekkel kellene inkább foglalkozni? Nem arról kellene igét hirdetni? Nem a világ összes problémájára kellene egy megoldást mondani? És utána majd, amikor minden más rendben van, akkor utána még lehet Istenről beszélni. Nem! És pont fordítva van. Mit kell először építeni? Először az Isten házát kell építeni. Ha észrevettem, hogy bajban vagyok, ha észre vagyok, hogy egy bajban van az egész társadalom, most már az egész világ, akkor merjen már ezt mondani, hogy ti azt gondoljátok, hogy ez Isten nélkül van? Hogy Isten nélkül történnek ezek a dolgok? Hogy lássuk a folyamatokat, vagy keressük a folyamatok mögött nem csak az embert, aki ezt talán csinálja, vagy nem csinálja, hanem merjük kimondani, hogy szerintetek Isten nem tud erről. A Biblia Istene az az Istene, aki irányítja ezeket a dolgokat. Akár még gonosz embereket is fel tud használni a saját tervéhez. Nem itt lenne az ideje, hogy épp visszatérjünk ehhez az Istenhez?
És először az ő házát kezdjük újrafelépíteni. Aztán majd ő velünk lesz. És újjá tudjuk építeni a saját házunkat is. Vagy akár hazunkat. Hazánkat, bocsánat. Erről beszél itt a proféta. Erről beszél az Isten igéje. Mi a sorrend? És persze, itt nem arról beszél, amikor új szövetségi időkben vagyunk, nem arról van szó, hogy legyen egy szép kő templomunk. Ugye az új szövetségben az Isten háza nem egy kőház. Az új szövetségben az volt a legfontosabb, hogy legyen az a kőház. Mert az a kőház megjeleníti az Úr Jézust. Az eljövendő Úr Jézust. Abban a világban. Ez csak egy volt. Most már eljött az Úr Jézus. Nem az a lényeg, hogy minden faluba, vagy minden hat faluba legyen egy óriási nagy templom, és mindenki arra költsön, és ne a saját házára. De tudjuk, remélem még mindig emlékszünk rá, hogy a Bibliában az a szó, hogy ház, annak mindig két jelentése van. Lehet a kőház, lehet a család. A közösség, amiben élek. Az az én házam. Az a nagy család, ahova tartozom. Nem csak én meg a gyermekeim, hanem az a család, ahova tartozom. Micsoda az Isten háza az új szövetségben? Ez a gyülekezet. Azok a vér, hús, emberek, akik szívből igyekeznek az Úr Jézust követni. Ez az Isten háza. Ez az Isten háza itt Lengyelen. És látjuk, hogy sok baj van. A saját életünkben is látjuk, hogy annyira nem mennek simán a dolgok. Csak vigyázzunk. Nehogy ez arra adjon okot, hogy kivonjuk magunkat a gyülekezetből. Ahogyan ezt látjuk történni. Hát most nem érek rá. Hát most még ezzel amazzal kell foglalkozni. Hát, hanem először próbáljuk építeni a gyülekezetet. Próbáljuk építeni a közösséget, az Isten házát, a szeretetet, az egymással való törődést, az egymásért való imádkozást. Ugye így tudjuk építeni az Isten házát. Amikor azt látjuk, hogy milyen nagy bajban van a világ, amikor azt látjuk még azt is akár, hogy milyen nagy bajban van az egyházunk, akkor nem azt kell mondani, hogy hát még nem jött el az ideje, először még ezt azt a maszt kellene rendbe rakni. Akkor azt kellene mondani, hogy gyerekek, bajban vagyunk. Kezdjük azzal, amit leginkább kell felépíteni. Legyen szorosabb a gyülekezetben a kapcsolat egymás között. Próbáljunk még jobban megmutatni az Isten szeretetét. Először egymás között, aztán majd kifele is. Nem először a saját házamat kell felépíteni, és utána majd ráérek. Hanem pont fordítva működik. Ahol egy gyülekezet tényleg úgy működik, mint a Krisztus teste, ahol valóban szem előtt tartjuk a másiknak a problémáit is, ahol tényleg legalább elhatározás szintjén azt mondjuk, hogy mindenünk közös. Lehet, hogy valami éppen nálam van, de lehet, hogy valaki másnak erre több szüksége van. És ezért odaadom. Ha ott kezdjük el a dolgokat, és én nagyon hálás vagyok, hogy itt Lengyelen tényleg alakul ez a dolog. Ott meg fogjuk látni az áldásokat is. Lehet, hogy nem azonnal. Lehet, hogy még kell egy kis idő. De ez a sorrend. Én szerintem az egyházunk pont abban megy tönkre, hogy sok mindent próbálunk építeni, templomokat, legyen új énekeskönyvünk. Ilyen-olyan törvényt még meg kell változtatni, és azt gondolom, hogy attól lesz élőbb az egyház, vagy attól fog megváltozni a társadalom. Hogyha a templomban más énekeket énekelünk, akkor hirtelen oda fognak menni azok az emberek, akik eddig se voltak kíváncsiak arra, hogy milyen énekeket énekelünk a templomban. Ja, persze! Én ezt már úgy unom, hogy már 20 éve hallom. Csak ezt, amiről Hagajós próféta beszél, azt nagyon kevesen hallom. Mit kell építeni? Az Isten házát kell építeni. Hogy lehet az Isten házát építeni? Hogyha egy gyülekezet egyre jobban először a gyülekezetre gondol. Akkor, amikor összefognak a hívek, és azt mondják, jó, akkor üljünk le, beszéljük meg,
hogy először magunk között mit kell még megoldanunk. És utána mi az, amit ebből még másoknak is tudunk adni. Úgy építjük az Isten házát az új szövetségi időkbe. Igazából, ha visszagondolunk Luther munkájáról, vagy akár Calvin munkájára, ez a reformáció öröksége. Nem attól vagyok református, hogy nem vagyok katolikus. Luther is nagyon szívesen katolikus maradt volna. Az volt a terv. Nem az volt a terv, hogy ő lutheránus legyen, vagy a lutheránus pártnak a feje. Az volt a terv, hogy az egyház változzon már meg. Aztán kirúgták. Aztán azt mondta, hogy de igazából Isten népét lehet kirúgni a kőtemplomokból, de akkor is Isten népe Isten háza. Az egyház ott megy tovább, ahol a legtisztábban hirdetik az igét. Az egyház ott megy tovább, ahol a legjobban vettartják Isten előírásait. Az egyház ott megy tovább, ahol minden kérdésben először Isten akaratát kérik meg, utána meg is próbálják csinálni. Ez a reformáció öröksége. Ezért vagyok én református. Mert én szerintem ez a gondolat az, amit életbe kell tartani az egyházba. Mindig újra meg újra visszatérni, és azt mondani, hogy nem rossz, amit csinálunk. Csak nézzük már meg, hogy hogyan lehetne ezt még jobban csinálni. Kérdezzük meg Istentől, mi a következő lépés? Hogy tudjuk ezt az egyházat építeni? Ezzel gondoltam a mai napon a reformáció emlékére, hogy ezt az igét hozzam ide. Ami itt történt, ha végül olvasok, csak annyi, hogy egy öreg bácsi szól, csak Isten nevében, hogy építsük újra az Isten házát. De igazából itt ugye egy forradalom veszi kezdetét. Amikor a nép, még a vezető is, a helytartó, meg a főpap is, rájönnek arra, hogy itt Isten igéje szól. Hát tényleg először Isten házát kellene építeni. És utána majd meg leszünk áldva. Sőt, lehet, hogy áldássá leszünk másoknak is. És ezért kezdték újraépíteni a templomot. Az a templom, amiről a második fejezetben Haggaiusz prófét azt mondja, hogy az új templom dicsősége nagyobb is lesz, mint az első templom dicsősége. Bár az új templomban már nem volt benne a szövetség ládája, mert azt nem kapták vissza, azt se tudják, hogy hova lett. Az Urim és a Tumimról se tudjuk, hogy hol maradtak. Voltak olyan dolgok, amelyek egyszerűen nem voltak benne az új templomban, amelyek megvoltak még az első templomban. Akkor hogy nagyobb lesz a második templom dicsősége, mint az első templom dicsősége? Hát, hogy onnan, hogy ebben a templomban, amikor majd Heródes újra tatarozza és kibővíti, megjelenik az Úr Jézus. Már kisgyerekként is, majd felnőttként is. Ettől lesz nagyobb az új templomnak a dicsősége. Megjelenik az Úr Jézus benne. Tehát az a templom most nincs, mert kőtemplomra nincs szükség. Élő kövekből épült templom pedig van. Ez az Isten háza. És ennek a legújabb háznak még nagyobb lesz a dicsősége. Mert ugye ebben a templomban, ha most szabad ebben a képben maradni, ebben a templomban megjelenik az Úr Jézus. Ha ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevébe, eljön az Úr Jézus. Hát ez meg mekkora dicsőség? Hogy a feltámadott Úr Jézus láthatatlanul bár, de érezhetően megjelenik, ott, ahol
ketten vagy hárman alakítják az Isten házát. Hát azért kell ezt becsbe tartani, ezért kell ezt újítani. Ez a reformáció. És a reformátorok azt mondták, hogy a reformációnak lehet kezdete, de nem lehet vége. Az egyházat mindig reformálni kell, mert emberekből áll. Ezért érdemes néha-néha ezeken a dolgokon újra elgondolkodni. Mit jelentenek a körülmények? És olyan mit kellene építeni? Építsük az Isten házát. Amen.